István Koppány lányának kérésére megadja azt a jogot, hogy összeszedje, és hát eltemesse. Nem tudjuk természetesen a temetkezési helyet. Itt azért érdemes egy kicsikét megállni ennél, hogy most volt felnégyelés, vagy nem volt felnégyelés. Minden esetre érdekesek és ellentmondásosak a feljegyzések. Talán azt tudjuk, ugye, hogy az ember felépítése. Ugye az ásványvilágot ismerjük, a növényvilágot ismerjük, az állatvilágot ismerjük, és magát az ember, mint fogalmat és mint entitást ismerjük. Ugye, hogyha ezekhez hozzátesszük, hogy az embernek a felépítése, ugye a fizikai testből, az étertestből, az asztráltestből és a magasabb énből, az énből áll, akkor ugye, hogyha majd eljutunk a halál fogalmához, akkor azt is tudjuk, hogy ugye ezek a fizikai testet körülvevő és ingázó testek még hozzátartozóan hogyan hagyják el a már nem működő fizikai testet, ezt a szkafandert, amiben éppen most ez az ember benne van. Ugye, hogy akkor ezek hogyan távoznak? Na most a felnégyeléssel ugye történik egy gyorsítási rendszerben, amikor szétszaggatják ezt, és nem természetes úton történik ugye ezeknek a testeknek a eltávozása, és ez rögtön történik. Tehát ezzel is akarták kifejezni azt, hogy még véletlen se legyen egy újbóli összeállása, és ez azért fontos, mert ugye itt a sorsszerűségről beszélünk, azt, hogy karmaszt nem merem így mondani, mert ettől sokan megijednek, ezért ezt hívjuk, ezt a fogalmat úgy, hogy sors. Mert így sokkal barátságosabb, a mi kultúrkörünkben, vagy elfogadhatóbb, hogyha egész egyszerűen sorsnak hívjuk, mert mindenki valamilyen sorssal születik ide, és ugye itt hát két jeles nagy elődünk is bizonyos sorssal született ide, és ugye lehet, hogy volt benne egy ilyen is, hogy a felnégyelés révén ugye megszakítsa ezt a fajta viszonyulást. Ehhez azonban kellett ismerni a korban a kereszténységet. Most ez azért érdekes, mert ugye, hogyha azt mondjuk, hogy az Erdélyi Gyula és Koppány bizánc jelét vette magára, és azt a fajta kereszténységet hallotta magáénak, míg Géza és István a római kereszténységet hallotta magának, akkor el kell gondolkozunk azon, hogy akkor az itt élő népek, akkor vajon milyen kereszténységet ismerhettek, vagy ismerhették-e a kereszténységet? Egészen biztos, hogy igen, természetes, hogy ismerhették a kereszténységet. Én ugye mi Varacsonyra jöttünk, Varacsony Annamácia római kori táborhely. Itt Dunajvárosban Intercis a római kori táborhely. Ugye ezek gyakorlatilag, ebben nem néztem utána, de nagyjából ott vagyunk a második században, második, harmadik század, amikor ezek a táborhelyek létesülnek, legalábbis az Annamácia az akkor létesül. És ugye, hát itt van egy folyamatos kereskedés, egy átmenő forgalom, na most akkor már a kereszténység terjed. Tehát már akkor megismerték. Hát akkor, amikor itt a 970-es évekről beszélünk, meg 997 Géza halála, meg ezek, akkor már itt teljesen biztosan itt a Kárpát-medencében a kereszténység az egy ismert vallás volt, és követői voltak. Tehát ez teljesen egyértelmű, mindez mellett teljesen békességbe élhettek az itt élő más, mondjuk úgy pogányvallást képviselőkkel, mert hiszen nem bármilyen megfértek egymással. Érdekes módon egyébként a leírások azt tartalmazzák, hogy a írott vallások, az írással rendelkezők, azok valahogyan agresszívabbak. A nem írással rendelkezők, azok meg a szelídebbek. És hát talán csak az, hogy az avaroknál is megvoltak a maguk szertartásai, és egyáltalán nem zavarták azt, hogy most akkor a keresztények elmennek az avarok szertartásaira, mert ilyen keveredésekről is beszámolnak. Visszafelé viszont ez nem tetszett.
Most akkor miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a magyar ősvallásban azt mondja Koppány, hogy az öreg östen hívei kell, hogy itt megmaradjanak, és azokat ne háborgassa István. Csak az Arvis úrában olvashatunk arról, hogy a magyarok az uruki vallást tisztelték, és alkalmazták, és uruki vallás szerint értek. Na most mi lehet ez az uruki vallás? Az uruki vallás egészen egyszerűen, ugye erről tényleg nem szeretnék erre hosszasan kitérni, de nagyon érdekes lenne, a mani helyén is. Tehát Mani és az ő általa képviselt keresztény irányzat az, amit az itt élő magyarok magukba fogadtak és hittek és tudtak. Tehát amikor arról van szó, hogy meg kell téríteni, akkor nem arról van szó, hogy egész egyszerűen ugye azt a sok pogány keresztényé kell tenni, hanem arról van szó, hogy a meglévő többféle kereszténységet, értelmezést kell egynevezőre hozni. Annak érdekében, hogy kvázi itt a Kárpát-medencében valamiféleképpen ne adjunk támadási felületet. Vagy legalábbis ugye le kellett tenni a Voksot, ahogy egy oldalra, és akkor hát akkor ugye maradt a római fennhatóság ebből a szempontból. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a már meglévő keresztény hiten lévőket kellett valamiféle módon akkor, hogy egyértelmű legyen, hogy ez az, ami jó. Na most persze ezeket hozzáteszem, hogy nem feltétlenül kell elhívni. Ezekből az előadásokból és a tényanyagokból nagyjából ezekre a következtetésekre lehet jutni, viszont az is elgondolkodtató, hogy ha valami ennyire el van rejtve előtt, mint amennyire Koppánynak a munkássága, élete, akkor ott valami nagy titok van. És úgy tűnik, hogy szépen lassan kezd előjönni az a kíváncsiság, az az ismeretszerzési vágy, hogy hát azért jó lenne tudnunk, hogy mi van mögötte. És mind a kettő nagy egyéniséget nekünk meg kell érteni, hiszen amit István végigvitt, és amit István megteremtett, az most már bizonyítható módon, láthatólag megteremtette a mi megmaradásunkat, és a magyar nyelvet beszélőknek a megmaradását, ugye még csak ekkorka országban is, de ez tény. De azt sem mondhatjuk, hogy amennyiben Koppány nyer, akkor nem maradhattunk volna meg. Mert ezt így nem lehet kinyilvánítani, hiszen Koppány ugyanúgy a kor jeles vezetője volt, a diplomáciához ő is értett, a harcászathoz ő is értett, felismerő képessége neki is megfelelő volt. Tehát elképzelhető, nagy valószínűséggel biztos, hogy akkor is megmaradtunk volna. Nyilván a történelmünk más irányokat vesz. De a sorsszerűségről, hogyha beszélünk, akkor valami miatt ennek így kellett. Ezek azok a tények, amiket viszont nekünk ismerni kell ahhoz, hogy megismerve feloldozzuk egyik vagy másik felet cselekedetei alól. Hiszen azért ez egy nem egy túl keresztényi dolog volt, hogy ha a tíz falunak kellett építeni egy templomot, akkor bizony akkor, hát akkor úgy oda terették azokat az építőket, meg akkor, hogy legyen ott anyag, szerszám, minden, és építseni, nem biztos, hogy volt kedvük éppen akkor oda menni. Tehát azt ugye, hogy keményen oda kellett hajtani őket, hogy templomot építsenek, hogy utána azt követően ugye minden vasárnap elmenjenek oda, és ezt erőszakkal, ami ugye alapvetően ellenkezik ez az erőszakosság a keresztényekbe. De mégiscsak meg kellett csinálni. Hát nekünk ugye sok kérdésünk lehet. Sok kérdésünk lehet a két szellemi vezető, három, mert Géza kezdi, cselekvéséről és helyéről, és akkor hogy ki hogyan taktikázik, ki mit engedhetett magának, és kinek mi volt a feladata, a sorsszerűsége. Lehet mondhatta volna István is, hogy köszönöm szépen, figyelj, itt van a Koppány, ő is ért hozzá, mégis az övére az egész buli, köszönöm szépen, én visszavondolok. Nem mondta. Nem mondta, mert ő is tudta, hogy neki mi a feladat, de honnan tudja az ember, hogy neki
Tehát a vezetés, tehát ebben beleszület, egy népet szolgál. És mind a kettő, három, mindegyik azt akarta, hogy jó legyen az itt élőknek. Hogy fönt maradjon a nemzet. Tehát itt nem beszélhetünk arról, hogy egyik a másikat kiírtva, hanem ugye egyfajta közös konszenzus, és amikor arról beszélünk, hogy mert a politika ezt csinálja, meg azt csinálja, és a politika az egy tőlünk független valami, és ők ott csinálnak valamit, mi meg itt lent, akkor isszük ennek a levét, akkor gondoljunk arra, hogy ugyan ők már választott vezetők napjainkban, általunk megválasztott vezetők abban az időszakban, ugye ez valamiféle elrendeltetettség volt, de annak érdekében volt ez az elrendeltetés, hogy szolgálják a népet. Aztán persze később a történet során ugye látunk azokat, akik messze nem akarták szolgálni a népet, de az egyháznál is volt ilyen bőségesen, minden szinten volt ilyen, az egyszerű plébánostól a pápáig, hogy nem szolgálni akarta a népet, hanem saját maga örömére és kívánságára használta a hatalmát. Királyoknál, császároknál ugyanúgy előfordul. De alapvetően ugye ezek a vezetők azért vannak, hogy szolgálatot teljesítsenek. Hát ez nem volt más, hogy abban a korban is. Úgy tűnik, hogy ez így alakult, ahogy alakult. És méltán lehetünk büszkék mindegyik. Természetesen, és én úgy gondolom, hogy most már lassan eljön annak az ideje, hogy valóban megismerjük Koppányt, valóban megismerjük Istvánt is. Mert azért tegyük hozzá, hogy lehet, hogy csak a nevébe beszélhetek, nem ismerjük eléggé, ezért amennyiben mód van rá, később, jövőre valaki, nem biztos, hogy én, de majd legyen téma az, hogy István egész pontosan miket csinált, hogy hogy indul neki ennek az országépítésnek. Mert ezeket is újra kell értelmezni, hogy vegyük át újra meg újra, hogy milyen nehézségek voltak és micsoda erő kellett. És ami még nagyon fontos, mielőtt befejezném, Szentai Lajos külön kiemeli, és Avatara is külön kiemeli azt, hogy itt egy apostol királyról van szó István esetében. Tehát ugye feloldozzuk Koppányt, hagyomány alapján ezt kellett tennie. Másik oldalon István jött, de milyen térítéseket végez? Csak a fizikai szinten. Egy érsekséget, 6 püspökséget, 3 bencés monostort alapít. A magyar egyház a Szent Római Birodalomtól függetlenül működhet. Tehát ez volt a lényeg. Ez volt a lényeg, függetlenül működhettünk, a császártól függetlenül működhettünk, apostol királyunk volt, aki kinevezhetett főpapokat, a pápa hozzá. Tehát ugye a rendszerben csak elég volt bólintani, hogy igen, de nem tudta megvétózni, amikor a magyar király kinevezte. Tehát egy bizonyos függetlenséget sikerült itt ebben a Magyarországban megteremteni, ez volt az véletőre, amire Géza gondolhatott, amit át kellett ugye hagyományozni a királya Istvánra, és hát nagyon sok mindenkit rejtélyes körülmények között el kellett tüntetni nagy valószínűséggel. De a sorsszerűséget nézünk, és feladatot nézünk, és hogy az volt neki megírva, és elfogadjuk ezt a rendszert, ami nyilván a kereszténységtől nem idegen, akkor pontosan tudja azt, hogy abban a korban az volt az ő feladata, annak is, aki korábban elment, és nem jutott neki nagy név, meg annak is, aki bizony megtette a dolgát, mert később valamilyen másik formában visszajött, és vagy ezt a népet szolgálta, vagy egy másikat az itt megszerzett tapasztalatok alapján. Nagyjából talán így a végére értünk. Itt ugye most az a rész következne, amikor vagy Istvánnal kell foglalkoznunk a továbbiakban, vagy pedig a kereszténység értelmezésén. Ez majd egy legközelebbi alkalommal biztosan elő fog fordulni. Én ennyit szerettem volna, hogy értsük meg ezt a hatalmas szellemi küzdelmet és fizikai küzdelmet is, ami akkor annak idején történt, értünk, és hogy béküljünk ki Koppánnyal is,
nem annyira fölmagasztalva, hogy csak ő, és nem lehúzva Istvánt, és nem felmagasztalva, mind a kettő a dolgát tette, és hogyha általában mindig mindannyian a dolgunkat tesszük, kerülünk ilyen visszás helyzetekbe, de az biztos, bízunk is benne, hogy a vége az mindig ilyen jól alakul. Mi itt vagyunk, köszönjük Istvánnak, és köszönjük Koppánynak is. Köszönjük szépen!